Valerij Kubaszov parancsnok és Farkas Bertalan fedélzeti mérnök űrhajója 1980. május 28-án kapcsolódott össze a Szaljut 6 űrállomással. Magyarország ezzel az űrutazással a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. A küldetés fő feladata volt a magyar-szovjet kísérleteket végrehajtani, valamint bekapcsolódni az előírt navigációs, csillagászati, műszaki, légkörkutatási, földfotózási, földmegfigyelési, orvosi és biológiai kutatási program folytatásába. A Soyuz 36-tal repülő első magyar űrhajós, Farkas Bertalan, a szolnoki Kilián György repülőműszaki főiskolán és a szovjet repülőműszaki főiskolán megszerzett tudásával 1972-től 1978-ig a magyar légierő tisztjeként szolgált a Pápai repülőtéren, ahol 1976-tól első osztályú vadászrepülő lett, 1978-ban pedig önként jelentkezett űrhajósnak. Kutatási programját több magyar kutatóintézet dolgozta ki 1976 és 1980 között. A dózis kísérlethez az MTA Központi Fizikai Kutatóintézet fejlesztette ki a Pille termolumineszcens sugárdózis mérőt, amellyel a korábbi eszközökkel ellentétben még a világűrben meg lehetett határozni az űrhajósokat ért sugárzás mennyiségét. A Rabotos-Poszobnosz kísérletben a Repülőorvosi Vizsgáló és Kutatóintézet és a Medicor által fejlesztett Balaton műszerrel az űrhajósok szellemi munkavégző képességét vizsgálták. Az interferon sejtbiológiai kísérlettel az immunrendszer interferon sejtjeinek működését vizsgálták súlytalanságban, az ötvös kísérlet során pedig a félvezető technikában jelentős fémek kristály szerkezetének és ötvezeteinek vizsgálata történt. Az űrrepülés alatt kétszer haladtak el Magyarország felett, így Magyarország területéről több űrfelvétel is készült. A Balatonnál a tó és a vízpart ökológiája, talajjavítási programok keretében Szolnok és Kiskere között a Tisza vidéke volt a vizsgálatok főterülete a Bioszféra program keretében. A Soyuz 36 június 3-án lépett be a légkörbe, majd ejtőernyős leereszkedéssel ért Földet. Összesen 65 napot, 20 órát, 54 percet és 23 másodpercet töltött a világűrben, ez alatt 1038 alkalommal kerülte meg a Földet. Fedélzeti mérnöke Farkas Bertalan, a Magyar Népköztársaság hőse és a Magyar Népköztársaság űrhajósa kitüntetésben részesült.